Szervusz, nemecsek. Boka. És te vagy az Boka? Igen, én vagyok. Sedd le rólam ezeket a köveket. Estére már egy egész halomban rohastam. Itt egy kő sincs, nemecsek. Sedd le, kérlek, Boka. Sedd le. Szeretném nektek megköszönni. Le vagyok üdvözve, úgyhogy köszönöm nektek, és köszönöm. Vagyunk. Hát igen, mert próbálunk éppen mindenfélét, azért, és azért nem vagyunk itt kint, és azért hangoskodunk, mert elég sok ilyen rész van, ahol, hát, ahol kiabálnak, meg ilyenek. Még egyszer megfogjuk, Jari. Nem! Nézd meg, én itt vagyok! Miért fogjuk? Szent alvájuk. Először, amikor még a Bambit olvastuk, akkor mindig kérdeztük, hogy mi lesz a következő könyv, és mondta Edith néni, hogy meglepetés. Nagyon jó! Mindenki élvezte, izgultunk benne. És át lehet úgy élni. Igen, mert tudom, mikorunkban van, és én nekem úgy az is bennem volt, hogy akkor itt teljesen végigéljük a Pál utcait, amikor előadjuk. És főleg este az ágyban nagyon sokat gondolkoztam vele. Én is. Csináljuk meg ezt Edith néninek. Meg, hogy én arról álmodtam egész, hogy én volt, hanem azért. Dezső kiírt a kis dévvel. Azt hiszem a Matyi, úgy, mint a továbbot. Ugye? Ja. Vince kis véve. Ez a Matyi olyan szépen. Bálint, én is így szeretnék pásztor szeretni, akkor Tóth szeretném. Akkor Tóth. Bálint, Tóth lesz. Oké, ez az a szemem. És itt van, hogy az első jelenetben ki játszik. És megpróbáljuk eljátszani szöveg nélkül. Jó, akkor ő, de várjunk, hogy nem... Andriska itt most de miért nem játszik a körbe? Két pásztor, de az valaki már játszik. Jó, én játszom az egyik pásztor. Én leszek a nagy pásztor. Ti itt golyóztok, golyózatok, csináljátok valami golyózós jelen. De ne itt, ne gyertek utánunk. De miért innen gori... Mi a fal kéne a gurítsa? Arra gurítsa. Ti, ahogy bejövünk el rohantók, az Andriskának rálépünk a kezére, meg ilyesmi. Nem, de hallani, elgurítjuk, bosszankodunk. Nem bosszankodtok. Jó, amíg még nem jövünk el. Jó, azt ti meg tudjátok. És akkor te itt szedek föl. Igen, és akkor te így jössz, és elősz. Elősz, Tom. Köszi szépen. Csinálj már még egyszer, gyertek vissza! Jó, akkor elengedem! Nem így hátra! És rohanj oda! De nem, épp arról szól a könyv, hogy ő nem egy gyávos, nem fut el. Na, akkor így meghátrálok ide, így? Igen. Még egyszer, gyertek, gyertek!
ahogy feldolgozzuk mi ezt a könyvet, könyvtörténetet, akkor ahogy le, szóval, hogy félek, hogy kimarad belőle valami. Saját szavainkat. Most jutott az eszem, hogy végülis milyenne lehetne film. Itt van az Andiska papája. Egy ilyen nagy kamerát szerintem egy gyerek el se bírna a szájnak. Neked kezel se tudom. Tehát ezt rá kell bízni mindenki felnőttekre, mert hát ez gyerek nem tudja megcsinálni. Szerinted elvállalna? Hát attól függ, ha megkérdezzük, biztos. Félnék, hogy felnőttek beleszólnak. Hát apukádnak olyan? Nem, lehet, nem, de mondjuk azért, hát figyelj, ha beleszólnak, akkor legrosszabb esetben nem meghallgatunk rájuk. De hát most, hát figyelj, mégis ebben az a lényeg, hogy mit csináljuk, tehát szerintem nem fognak nem beszólni, legfeljebb a szervezésben segítenek. Jó, szerintem akkor ezt nem meg is kérdezhetnék, mert végül is színerobot már csináltunk, de... Igen. De már kicsit úgy. Mindennek vége, jönnek a pásztorok. Nem egy, menjünk ki. Persze van akkor, amikor én jön, és te nem találtál. Ha megnyerem, elmegyünk. El is tudom. Nem hallottad? Einstein! Szedd össze és add át! Nem hallottad? Szedd össze és add át! Igen, az szintén grunt, tehát a helyszínünk grunt, ugye az is? Grunt és nem mecsek. Második jelenet? Az iskola, amikor leveleznek. Bány, tehát itt most egy-két ilyen dolgot meg kell beszélnünk a forgatásegényekről, amikhez nem kell mindenki, jó? Jó, egyelőre most, hát jó, azt majd úgy is megnézzük, jó? Jó, most menjünk tehát tovább. Iskola... Ja, de tényleg, hogy az osztály az úgy kéne, hogy csak a zárójelbe oda kéne jönni, a követ, a követeink leszek a hídőn. Zoli lesz a csele, te leszel a vejsz, te leszel a csónakos, ti lesztek a követeink. A Lukács jöjjön ide, meg a Matyi. Jó, akkor a Lukács, a Totó és a... Nekem is lesz. Tamással őr. Na most melyik jelentet csináljuk? Barabás, Kornai, Vejsz? Nem, csónakos. Tényleg, fogd már be! Ez legyen a munka helye, halljátok! Miért fogjam le? Azért, mert most ez a feladat. Azt szeretném mondani, hogy sok gyereknek valami nem tetszett, az, hogy a szerepbeosztás, meg a Lukásnak az, hogy nincs szerepe, meg hogy ezen... Ugye, meg azt szeretném mondani, hogy kéne a forgatókönyvírónak nem az a dolg, hogy beírjon mindent a könyvbe. Hát, még mit forgatókönyvíró? Ezért nem most kell, ezért... Jó, hát én ezt értem, de akkor kinek van baja? Kinek van baja? Ha nem szól nekem, én nem tudok semmit csinálni. Én azt mondom, csak az butaság volt a részedről, hogy hát Ásferi meg a nagyobbik pásztor ugyanúgy néz ki. Ugyanolyan kemény tekintetű, ugyanolyan most csomóan, komoly, ugyanolyan csomóan, erős. Csomóan azt mondták nekem, hogy a Tomi semmiképpen se legyen, akkor azt gondoltam, hogy legyen a nagypásza. Nekem, és a Marcinak a kedvence az Ásferi, igen. Ugye? Ringbe szállunk a Hannával. És teljesen, szerintem azon is volt már vita, de szerintem ő teljesen jó lenne Ásferinek. Őr nem akarsz lenni, arra nem volt vállalkozó, csak a Haszi meg. És akkor lehetne te együtt. Várjunk. És akkor rakja fel a kezét, vagy mondjon valaki. Stia Vendau. Várjunk csak. Luki, inkább ne te legyél őr, hanem a Malekand is, jó? Én mondtam neki, hogy nekem nincsen szerepem, már figyelj, adjál már szerepet.
rendezőnek az a dolga, hogy megcsinálja a filmet, mindenkinek adjon szerepet. Kéne egy forgatókönyvíró is, hogy beírja, hogy ki kicsoda, az is kéne. De a Bálint a nagy eszével ezt nem tudja kitalálni, csak magára gondol. Mert van a film, amit most csinálunk, ő a rendező, az a főnök, és még a lejátszásban is ő a boka, és az a főnök. A múzeum előtt, és mondja, most mindennek vége, itt jönnek a vörösrendesek. Igen, tudok, hogy nem úgy mesélem, hanem hogy elkezdem mesélni, és akkor átváltunk a... De most ez azért lenne bonyolult, mert hogy akkor kétszer megcsinálni, az uncsi lenne, úgyhogy... De hát már nem, tehát hogy... Egy jelenetet végül is úgy... De arra gondoltam, tehát... Azt gondolod, hogy elmesél, tehát ahogy meséli, megjelenik az, ami történik. Tehát igen, közben történik. Szervusznak! Kézzelítem, szörnyű dolgok történt. Mi? Átszeri a grundolját. És elvitte a pirozsó zászlónkat. Azt, amit a nővérem vár? Igen, pontosan. Mit csinál? Hát éppen a Tóttal beszélgettem, amikor észrevettem, hogy valaki a főerőzőn van. Ki van ott fönn? Ki van ott? Ne hülyéskedj! Láttalak! Ne hülyéskedj! Ne félj, nemecsek! Ne félj, nemecsek! Ne félj, nemecsek! Ne félj! Maga melyik? A nemecsek. Az meg melyik? A közlegény. Játszadozunk! Várjuk a kis Sibit! Milyen dolog az? Tűnjön innen! De gyorsan! Nem fed? Nem. Egy picit sem? Egy nagyon picit. Tényleg elszaladt? Igen. Hátul lemászott és eltűnt. Ez nem lehet igaz. Ácsfő még sohasem futott el senki elől. Nagyon véded. Csak azért mondom, nem valószínű, hogy Ács felé a vörös ingesek vezére megijed nemecsektől. De Bálint, ja. Figyelj! Azt kéne, hogy nem te mondod, szóval mindenki, hogy én szeretné csak meg. Mit tudom én, öten egy szerepre akarnak, hogy mit tudom én. Volt olyan, hogy ilyen 10 Ács felé mondta, hogy én szeretnék Ács felé lenne én is, és mit tudom én, van, aki, mit tudom én, tökre nem illet rá, de én nem, ezt én nem tudom mondtam, hogy szeretnék, csak te azt mondtad, hogy én leszek, és én már nagyon örültem, készültem rá, és akkor te azt mondtad, mert hogy akkor nem jöttek a többiek. Akkor még alig voltunk öten. Az igaz, de szerintem a Marci az jó. Szerintem a Marci az nagyon jó. De egy picit mi szeretnél lenni. De mi vagy? Richter! Jó, legyél, tényleg van Richter, legyél már Richter. Szerintem a Bálint az jó lesz Bokának, mert figyelj most a Bálint. De figyelj Bálint, Bálint, én nem feltétlenül őt választottam volna, hogyha én vagyok a rendező. Igen, a szervező, de azért el lehet viselni, csak picit rosszul esik, hogy magán. Királyú már! Bálint csomó mindenbe főnökoskodik, és hát ez nem feltétlenül esik jól a többi gyereknek, régebben nekem se, de ugyanakkor pedig valakinek kell vállalnia ezt. Bálint rendezte, szervezte az egészet, és senki más nem csinálta ezt, szóval szerintem teljesen megérdemli. A Bálint nem az feltétlenül az erősségéről, meg az ügyességéről, híres, hanem
Szerintem lélekben erős egyrészt, másrészt pedig hát elég okos. Mármint, hogy nagyon jó ötletei vannak. Fogok lassan menni, mert figyelem a nemecseket. Jó, de azért meg is... béna is vagyok egy... De figyelj, érted, hogyha gyorsan és az sokkal könnyebb. Jó, akkor megyek gyorsan, de... Én nyugodtan megyek inkább. Ne, ti menjek. De figyelj hátra, jó? És figyelj, szépen nyugodtan, és ne ugorjatok le, mert Bokka nem volt meg a kapuskán, ilyen, hogy hogy mindig levágja, szép lazán, én belépsz a lejtetek. Ha nem sikerül, végezzem. Na, mehet. Na. Szólj a pa, indulhat! Utcai fiúk! Hogyha itt jártak, itt is vannak! Keressük meg őket! Utánunk! Hová bújjak, Bokka? Hová bújjak? Menj a vízbe! Miért én? Miért mindig én? Már úgyis vizes van, gyere! Várjátok, de én is megyek! Próba van, Toto, próba van! Az Árvinnak kell próbálni az ő szerepét! Szerintem, akik nem játszanak benne, azok ne hülyéskedjenek! Csodát kérem! Melyik jelenet van? Micsoda, mi van? Gitterlet lebugás. Kérem szépen egy kolnait! Kolnai, valaki jelentkezett! Kérek egy kolnait, egy barabást és egy vejszet! Kolnai! Jó, Kolnai, ülj le oda! De várjunk, mindenkinek kéne szerepelni, mert nagyon sokan vannak. Igen, itt. Azért gyertek ide! Gyertek már, és ne szórakozzatok! Egyedül a lőrinc nem, mert az fontos. Ő inkább a barabás kéne, amikor tudod, ott hazamegyünk, és ott a... nem, az rövid nagyon. Normális kéne. Az biztos, ha a Bálint nem tud rendezni, akkor kiállnak a többiek. Le kell szavazni, ez a téma. Először azt akartuk, hogy a Tóth kutyájuk legyen. Hogyha meg akarnánk szivatni, akkor azt megcsinálhattuk volna az egész osztály. Mert szóval meg úgy lehetne csinálni, hogy mindenkit összedünk egy aláírást, és akkor így le lehetne szavazni. Semmi. Szóval így van az országban, és mondjuk bárkit le akarnánk szavazni, hogy valamit szeretnénk, mondjuk szedsz aláírásokat, hogy a parlamentet robbantsuk le, és mindenki aláírja, akkor le lehet robbantani. És akkor mondja a Gitternek, hogy vagy nem tudom, valaki mondja, hogy nevetsek, vigyázz, és akkor megállok, és akkor látom, hogy Bokka ott megy el, és akkor elszaladok. Nem, de nem mondod, hogy most sürgős dolgom van, és elmondom. Utána te megállsz, de utána megint tovább futsz, már a keresed a Bokkát. Igen, akkor meg már látom, hogy a Bokka megjött, és akkor mondom, hogy... Ó, meg csak simán elfutok, nem mondok semmit. Írjuk be a nagykönyvbe a nevét. Csak a kisbetűvel. Nem, azt, hogy áruló. Javaslom, hogy írjuk be a nagykönyvbe a nevét, és hogy áruló. És akkor már előveszem a könyvét, így akkor mondja azt, hogy csak a kisbetűvel. De ne azt, hogy Anna Mari mondja, hogy tudja, mit írjuk, hogy a... Nem. Tudja, mit csupa kisbetűvel. Jó, igen. Jó, oké, ez fölvesik. Mi az a git? Azzal szokták az üvegesek beragasztani az ablak. Az üveget. Hogy néz ki? Meg itt az ilyen.
És mire jó nektek ez a git? Hát, rágni kell. És miért pont gittegyetnek hívják az egyet? Mert jó nyomkodni. Olyan puha. Igen, hogy arra való, hogy az üvegesben ragasztom. Igen, csak nem mondtam senki. De várj, és mi meg kikapoljuk, és rágod. És valahogy rágni kell. Igen, rágni kell. Megkérdezi, hogy de miért kell rágni. Nem mondtad, hogy ne száradjuk. Jó, akkor nem lehet nyomogatni. És van még valami ennek az agylatnak? Miből van ez? Hát ez a tagdíj. Miért való ez a tagdíj? Hogy be legyen fizetve. És miért kell befizetni? Hát minden héten mindenki befizetett egy hatost, hogy legyen az egyletnek pénze. Még valami? Esküszünk, hogy havok tovább nem leszünk. Kell lenni valakinek főnöknek. Nem az, hogy akkor a többieket nem szabad meghallgatni, de hát hogy kell valaki, aki összeszedje az egészet. Szerintem, hogyha Bálint kiállna az egészből, akkor szerintem szétesne az egész, nem? Most miért le akarták csapni egyfajtában? Ezt gondoljatok. Én mondjuk... Bartossal beszélget? Akkor az elején kellett volna, mert most már mindenki tudja a szerepét. Én azt mondtam az Ize Bartos Marcinak, hogy hagyják már békén, és majd a következő, hogyha valami születésnap, akkor majd mondjuk fogják a kosarat, vagy nem tudom, mit csinálják, de ezt most ne rontsák el az egészet, mert pont most kezd jó lenni. Igen. De azzal csak ijeszgek. Hát, nem minden, hogy most már azért abba hagynánk. Armin, gyere ide, egy ilyen kicsi, ilyen nagyobb, ilyen háromnegyed körbe. Akkor kijelent először? A geréb, jó. Akkor ki a geréb? A lőrinc a geréb. Okay. Lehet, hogy nem fog menni folyékonyan, ne javítsátok ki, jó. Senkit ne javítson ki. De azért lehetne segíteni. A szavába ne vágj bele, de aztán... A végén a... Igen, a végén javítsd ki, jó. Na várj most. De ülj be! De esetleg ülj be, és majd utána mondja, hogy föl kell állnod. Előbb is ezt. Nem van már most, azt mondta. Geréb, jelent! Na, kérem, tisztelete! Állj föl, ha jelentkez. Igen. Na már most kérem, tisztelete! A Grunra két felől lehet behatolni. Mit mondtatok, hogy... Ez az, amikor már megvesztegette. Most megvesztegette a tótót! Most az a rész van! Majd de ülje! Amikor közöljétek! Hát de ha leesik a nemecsek! Akkor azt csak tudod, hogy melyik. De nem kell izélni. Én arra gondoltam. Állj fel, ha jelentesz. Hát én arra gondoltam először, hogy a Grundot azt háború nélkül is meg lehet szerezni. Menjen onnan, ahonnan a lőrinc felállt, és onnan jelent. Na én arra gondoltam, hogy a Grundot meg lehet szerezni, akár háború vagy csata nélkül is. Úgy látszik, te nem ismered a vörösingeseket. Mi nem vesztegettünk meg, mi nyílt csatába foglaljuk el. Szépen fésült jó kis fiú, hol hordod a fejedet, a gatyádban? Szebenics? Uram, jelentem alásan, hogy a zászlót ellopták. Melyiket? Amit ő nagysággal lopott a pálucajoktól. Mint minden este leöntöttem friss homokkal, de most olyan lábnyomot találtam, ami még a Vendaurénél is kisebb volt. Geri! Igen? Nem sejtenek valamit? Nem hinném. Nincs azok között egy bátor fiú se, s ha lenne,
ide a fűvészkedbe, nem nagyon menészkednének el még egyszer. Hogy nem szúr ki a szeme. Ki az? Ki az? Ki az? Ki van? Ki szólt? Te mondod, Lőrinc! Csináljuk már! Csináljuk már! Ez az, Lőrinc! Nyugodtan marad! Totó, nyugodtan marad! Nem lehet fiatal, próbálj! Én csak nagyon tetszik nekem ez a fiú. Felveszem a bandába. Rögtön hadnagynak. Köszönöm szépen, de én nem leszek áruló. Nem fogom elárulni a barátaimat úgy, mint ott. Mit csináljunk vele? Csavarjátok ki a kezéből a zászlót. Megverni nem verhetjük meg. Elég lesz neki. Egy fürdőzés! Nem ecsek. Igen, jó volt. Jobb volt, mint a parton állni és kinevetni. Jobb volt, mint elárulni a barátaimat. Könnyű nektek. Ugyanígy könnyű volt a pásztoroknak is a múzeum előtt. Ők ketten voltak, én meg egyedül, és sokkal erősebbek voltak. Ti vagytok vagy 30-an, én meg egyedül. Hát nem voltatok vízbe? Nem vertek agyon? Elmehetek? Úgy látom, elmehetek. Tisztelegy! Mondtam magam, hogy én nem leszek karasinges, meg mit tudom én. És akkor belegondoltam, ez csak egy film, csak el kell játszani. Én is akkor gondoltam bele, hogy most nem minden előadásban csak jó lehetek, hogy lehetek valamiben rossz is. Én így utólag gondolom csak azt, hogy teljesen olyan, mint hogyha a vörösingesek egyáltalán nem lennének gonoszak. De, hát gonoszak egyáltalán nem, de ilyen erőszakosak sem, így... Na, egyáltalán nem, csak hát a pálucaiakat sokkal többet film, ilyen rész van róluk, jelenet. És ettől tök teljesen olyan, mint hogyha velük lennék. Ha így belegondolok, akkor ők egyáltalán nem rosszak, csak a saját szempontjukból azt akarják, amit ők szeretnének. A paluzaiék is ugyanúgy azt akarják, amit igen, mert csak labdaterület kell nekik, és igazából nem rosszak, csak erőszakkal akarják megszerezni a grundot, és ez nem furcsa, mert hogy harcolni akarnak érte. Mondjuk ők nem rosszak egyáltalán. Hé, kislány, lakik ebben a házban egy bizonyos nemecsek? Ott jobbra. Köszönöm. Nemecsek. Ács Feri üdvözletét küldi. Tényleg ő maga Ács Feri? Igen. És visszahoztuk a golyókat, az öcsémmel a múzeum előtt loptunk el tőle. Boka azt mondta, hogy holnapra halasztottátok a harcot. Így van? Igen. Akkor már ott lehetek holnap. Ugye, apa? Fiam, feküdj vissza, a holnapra meg akarsz gyógyulni.
És bocsáss meg nekem és a bátyámnak a történtekért. Kitörni, ahogy belépnek. Ennek vannak jelei, szóval tudaszó lesz. De a izék támadják le a vörösingeseket, vagy vörösingesek rohamoznak. Nem, vörösingesek berohannak, és akkor törünk ki innen, és akkor ők, amikor meg onnan jönnek be, mikor már őket beszorítottuk. Ezt nem tudom hova. És akkor ők meg jó. Legszívesebben mindegyiket megvertem volna, ha tudnám. Gondolom ez nekik nagyon nehéz, mert én egyetlen nem vagyok náluk, mit tudom én, se híresebb, se erősebb, se bátrabb. Annyira mérges voltam, hogy látni se akartam őket, így kerültem őket jó nagy évben, mert egyszerűen dühös voltam rájuk, hogy ha nekik eszükbe jut, akkor én bele se szólok, hogy nekem mit osztanak. Ha én belevettem őket, mind nagy szerepek szerintem eléggé. Én úgy gondolom, hogy ezt azért megérdemlem, ezt a boka szerepet, és ez biztosan csak egy piszkálás volt, mert senki nem akart közülük boka lenni. Egy kicsit megsajnáltam, mondtam, hogy jó legyél te a boka. Megbeszéltük vele, hogy legyen most ő a boka, de ha lesz valami új, valami ilyesmi, akkor ő a legkisebb szereplő lesz, és nem lesz főszereplő. Szabadítsuk ki a többieket! Úgy van, szabadítsuk! Hát szerintem már megint csalni akar. Nem becsek! Boka, győztünk? Igen, és ez neked köszönhető.
Elnézést, de nem egy csekertő tudtam már még mindig közlegény. Igazad van, Geréb. Tisztelegjetek Nemecsek főhadnagynak. Boka, ezt nem mondod komolyan. De, nem viccelünk. Ugye ez vicc? Fiúk, ezt nem mondjátok komolyan. Koki lesz a közlegény. Boka. Fiúk, nem mondhatjátok komolyan. Igazi Tomás, legyen így a kezem. Természetesen meg kéne ülnöm. Hát jó, onnan indul a jelenet, hogy ülnök. Maki, szerinted ez elég természetes nekünk? Hátulra elkonyhat, és a hátadba szúrok, akkor elég. Hát külön szépen. Mondjuk, amikor én otthon elolvastam, és annál a résznél tartottam, hogy ott meghalt, és mindegy, akkor majdnem sírtam ottan. Mert úgy olvasom, hogy arra gondoltam, hogy egész végig arra gondoltam magam, hogy Edithnek ezt később kellett volna olvastatnia velünk, mert túl szomorú. Az lett volna jó, hogyha nem hal meg a Nemecsek, hanem életben marad, csak nagy betegsége van rad. Hogy például, mint az Andrisnak a fülével, ilyen nagy betegsége marad, és akkor úgy sokkal jobb lett volna, akkor senki nem hal meg, és nem lesz szomorú a vége. Hol lesz a csata? Igen. Akkor arra kell mennem. Én, Maki, készülj már. De nem, már volt a csata. Ja, persze, az egész más, jaj. Úristen. Akkor most ez mi? Most csak fogsz meghalni. Most fogsz meghalni. Jaj, jó kö. Na már, Andris, alig bírsz beszélni. Hát hallokon is beszél, teljesen jól jár. Jó, de akkor most állsz. Ne, Ármin, ne rúgdoss már! Beszélgetünk a nyugodjára, meg majd betakar a lila, néha álkor is takar be. Nem fogsz meghalni. Nem úgy is tudom. Ezt hallottam. Nem fogsz meghalni, Anna. Ez hülye kérdés, hogy jó vagy el, hát szerinted, aki hallottlik, az jó vagy. Hát de ilyenkor szoktak ilyesmit kérdezni. Akkor az lesz, hogy jön az orvos, hogy ti beszélgetek, mi beszélgetek. Amikor jön a gitterjét, akkor nekem mit kell csinálni? Nem, akkor ti itt voltok az orvosra, és figyelitek, én nyitok ajtót a gitterjét. Jó, és akkor átadom a helyzetet, és akkor így azt mondom, hogy nem lesz. És akkor így oda... Nem tudom, hogy próbáljuk meg, hogy sikerül, vagy nem. A grundra. Szervusz, Nemecsek. Boka. Te vagy az Boka. Igen, én vagyok. Szedd le rólam ezeket a köveket. Estére már egy egész halomban rohattam. Itt egy kő sincs, Nemecsek. Boka. Szedd le, kérlek, Boka. Szedd le. Nagyon nehezek. Egy egész halom. Mindig reggel megpakolnak vele.
Szerintem doktor úr, ő mondott, hogy vissza fogok jönni. Nem tudom. Tetsző. Akkor nem tudom. Jobban van? Nem. Ezennel szeretne a Bitéglet tőled személyesen bocsánatot kérni, és beírtuk a nagykönyvbe a nevedet csupa nagybetűvel, pirossal kiemel. Kérkérgettük, kidugtuk. Tetszett tudni, mi történt? Némi. Meghalt a nemecsek. Az még melyik? A kis szőke. Sajnálom. És elviszik azokat a felkat, vagy lencseket, vagy micskét? Igen, elviszik. Mik azok, Janó bácsi? Mik? Ja, uzuk. Szerszámok, az építész úri. Mit akar itt az építész úr? Hát három emeletes házat akar építeni. Fölszintél, alaksorról, emelettél. Ide a grundra? Máshova nem tud. Sok van látinból. Sietek. Úgyis engem fogsz feleltetni. Á, nem. Rám tudtál. Te könnyen beszél. Csinálhatták volna máshogy is, de akkor minden más variációban rosszabb lett volna. Szóval gondolkoztam, hogy hogyha ezt csinálta volna a nemecsek, akkor nem halt volna meg, de akkor nem is lenne jó a könyv. Rengetegszer mondta, hogy miért titkoljátok előlem, tudjátok, hogy úgyis, hogy meg fogok halni. Rengetegszer mondta ő is maga, hát akkor még miért rosszabbított az esete? Hát mert jó, azt tudom, hogy a hazája. Tudom, de hát akkor is hiába volt a hazája, mert hát végül is azért egy élet, mert úgy gondoljuk, ez mégiscsak egy játék volt. Szép, hogy úgy meghalt a Grunder, de az a szomorú, hogy meghalt a Grunder, de aztán a Grund is meghalt. Szóval... De igen, de akkor... Igen, teljesen. Hogy a kutya az a Hektor. Azért, mert még mondjuk a Hektor beszélni, de ez is, ebben teljesen jó.